Most pedig nézzük meg professzor dr. Boros László előadását. Hát köszönöm szépen a meghívást, és inkább egyfajta érdekes beszélgetést szeretnék önökkel kezdeményezni arra vonatkozóan, hogy milyen új lehetőségek vannak a rákbetegség megértésével kapcsolatban, ami feltehetőleg kezelést is majd segíteni fogja. Az igazság az, hogy a bemutatásból az biztosan látszik, hogy hosszú időt töltöttem ezzel a betegséggel, mint orvoskutató, és valójában mindannyiunk szándéka, mint kutató, mint orvos, és nyilván a klinikusok munkát segítve, feltehetőleg természetes hatóanyagok jobb megismerésével, illetve azok pontos mechanizmusának leírásával a klinikusok munkáját igyekszünk segíteni. Érthetően? Jó. Három dologról szeretnék beszélni részletesen. Az egyik a genomika, ami ugye mindannyiunk által ma már ismert tudományterület. A metabolomika az egy újonnan most már klinikai alkalmazást nyert terület, és a deuterobolomika, ami biztos vagyok benne, hogy új, ez a Kalifornia Egyetemen jelenleg már egy meghatározó terület, amit vizsgálunk, ennek a részleteit fogom ismertetni a természetes hatóanyagok szemszögéből. Na most a természetes hatóanyagok köre nyilvánvalóan rendkívül széles, és ezek közül én leginkább a zsírsavak, zsírsavszerű vegyületek, fitokemikáliák hatásmechanizmusát fogom kötni egy anyagcsere folyamathoz, amit mi deutérium csökkentésnek nevezünk. Hogy ez pontosan hogy történik, és szerintem ez lesz az érdekes része az előadásnak, tulajdonképpen vissza kell mennünk a Teremtés vagy Mózes első könyvéhez, és innen szeretnék önöknek idézni abból, és abból a szempontból, hogy nyomon kövessük mind a genomikát, mind pedig a metabolomikát, illetve majd a deuterobolomikát, amikor abban a kapcsolatban részletek ismertetésére kerül sor. A genomika érdekes módon a teremtésnek egy rendkívül fontos eleme is része, hogyha megnézik a teremtés könyvét, ott pirossal próbáltam önöknek jelezni, sajnos elég kicsi a betűméret. Amikor valamiféle teremtés és teremtett lény jön létre, az mind a faj neme szerint történik, amiben van egy mag, úgymond egy DNS állomány, és annak magva van a Földön, tehát tulajdonképpen az öröklés, mint principum vagy elv a teremtésben olyan formán szerepel, hogy ha megtetszik nézni, legalább 15-ször a teremtés könyvében minden a maga neme szerint és maghozó formában, tehát DNS és egy átörökítő, egy magban meglévő átörökítő anyag elvét követve születik meg. Most ez nem egy faj esetén van ez így, hanem az összes növény és az összes állat teremtése kapcsán a teremtés könyvében a molekuláris genetika vagy a genomika, mint olyan, az egy nagyon fontos elv, amit a szövegben is nyomon tudunk követni. Ami még fontos lehet, az, hogy minden sejtünk tartalmaz egy magot érthetően, és minden sejtünkben van egy DNS állomány, ami tulajdonképpen átörökíti azokat a tulajdonságokat saját, úgymond hasonlóságunkra, átörökíti azokat a tulajdonságokat, illetve kombinál egy fajból eredő olyan tulajdonságokat, amelyek ugye egy egyedet tudnak létrehozni. Tehát ez a genetikai állomány, amit önöknek bekarikáztam, ez egy nagyon fontos eleme mind a teremtésnek, mind a biológiai létezésnek, és ebben vannak olyan változások, amelyek tudjuk, hogy egy emlős rendszerben, egy sejtben súlyos burjánzást tud előidézni, és ezt nevezzük mi ráknak. Tehát ennek a struktúrának
a genetikai és az anyagcsere folytán nyomon követhető úgynevezett integritása, vagy hiba nélküli működése, tulajdonképpen az életünk és a betegség nélküli élet egyik alapfeltétele. Ami nagyon fontos ezzel, ennek kapcsán, hogy a teremtéssel együtt, hogyha megtetszenek nézni, még egy másik nagyon fontos elv is jelen van, ez pedig a mozgás. Ha megtetszenek nézni, 5 vagy 6 vagy talán még több helyen is nyüzsgésről van szó, repkedésről, csúszásról, mozgásról, és ami még fontos, hogy tulajdonképpen ezt a tulajdonságunkat a mitokondriumok végzik. Tehát ahhoz, hogy mi mozogni tudjunk, ahhoz, hogy mi ATP-t tudjunk szintetizálni, ami ezeknek az izom filamentumoknak az elmozgása a szükséges, ahhoz egy másik sejtszervecske, a mitokondrium jelenléte az emlősejtben feltétel. Érdekes módon azokban a sejtekben, ahol egy DNS egy magban elkülönítve megtalálható, ahhoz, hogy ennek az integritását megőrizzük, ahhoz mitokondriumokra van szükség. Tehát a mitokondrium és a sejtmag egy emlős sejtben, ez egy funkcionális egységet képez. Ezt leginkább onnan tudjuk megmondani klinikailag, hogyha megtetszenek nézni azokat a sejtjeinket, amelyek a magjukat elvesztik, azok a mitokondriumokat is elvesztik. Ilyen példa, vagy fordítva, amelyik a mitokondriumát elveszti, mert mondjuk oxigén szállít, az a magját is el hogy veszítse, ezek a vörös vértestek. Tehát úgy néz ki, hogy a DNS nem tud működni biztonságosan anélkül, hogy a mitokondriumok egy bizonyos funkciót, vagy több funkciót ne végezzenek el számára. Ez olyannyira fontos része a teremtés könyvét tekintve, ez olyan fontos, hogy tulajdonképpen a hatodik nap, amit a teremtésben olvastunk, az tulajdonképpen egy tápláléklánc érdekes módon, ami arról szól, leírja, hogy tulajdonképpen ki mit ehet. Érdekes módon a zöld fű az, amit először a teremtés könyvében, mint teremtett növényt látunk, és ez lesz a táplálékláncnak a záró úgymond eleme is, amit itt majd mindjárt megmutatok, és a lényeges része az, hogy mi, mint emlős szervezet, vagy mi, mint emberek, tulajdonképpen mi ehetünk bármit, de azok, amiket mi eszünk, azok tulajdonképpen a zöld füvet kell, hogy fogyasztják. És ez nagyon pontosan le van írva, megmondom őszintén, engem nagyon meglepett az, hogy egy teremtés könyvében, egy Bibliában mondjuk, vagy egy Tórában, egy teremtés könyvében miért kell biokémiával vagy táplálékláncsal foglalkozni, de ennek megvan a nagyon pontos jelentősége és szerepe. Ha megtetszenek látni, akkor a hatodik nap nem csak a csúszómászás, a mozgás, hanem a lehelet, a lélegzésről is konkrétan említést tesz a Biblia. A lélegzés az azért fontos, mert ha megtetszenek nézni a mitokondriumot, azt, amit mutattam az előbb önöknek, az az oxigén, amit ott bekeretezve pirossal tetszenek látni, és az ADP és az ATP átalakulás, ez egymáshoz van kötve, és ezt mi, mint emlős szervezet, csak a levegőn keresztül, csak az oxigénen keresztül tudjuk elvégezni. Mi tulajdonképpen ezért lélegzünk, hogy ezt a mozgást, ezt az ATP szintézist tulajdonképpen folytatni tudjuk, illetve amihez még ehhez szükségünk van, az a hidrogén, amit ott tetszenek látni, ezt pedig a táplálékból szerezzük be. Tehát úgy néz ki, hogy a tápláléklásznak a hidrogénjét azt eredetileg a zöld fűre vezeti vissza a Biblia, tulajdonképpen az oxigént azt a levegőből szerezzük, és a csúszás mászás, illetve az ATP szintézis, ez az aktin miozin strukturális változás, amihez ATP szükséges, ez is tulajdonképpen meg van említve a Bibliában, abban a táplálékláncban, amiről tulajdonképpen beszélünk. Na most, ami még fontos ebben a kontextusban az, hogy ha tovább tetszenek olvasni a Bibliát, akkor úgy tűnik, hogy minden úgymond megteremtődött, mégsem él vagy létezik semmi. Ezt hívjuk mi a deuterobolomikának, ugyanis ahhoz, hogy a zöld füvek kihajtsanak, és ahhoz, hogy élet keletkezzen, azok után, hogy koncepcionálisan minden meg van teremtve,
meg kell esőt kell hozni, és ez az eső ez nem akárhonnan jön, ez párából száll föl, azaz desztillált vízből öntözi meg a teremtő, aki ebben az esetben ugye egyfajta tudományos küldetést képvisel számunkra, párával végzi ezt, ami a természetes deutérium csökkentésnek az egyik módja. Tehát ha ma napság deutériumra csökkentett vizet akarunk előállítani, akkor nekünk így lepárló tornyot kell építenünk. Sőt, mi több, az esőben, a magas hegységekben, ahol nincs rákbetegség, és nagyon hosszan élnek az emberek, ott deutériumra csökkentett esővizet isznak, illetve olyan növényeket esznek, amelyeket ilyen deutériumra csökkentett eső öntöz. Ami érdekes, és ha tovább olvasok a Bibliát, akkor még azt látjuk, hogy a gyümölcsöket és a gyümölcsfákat azt viszont folyóvízzel öntözi, ebben az esetben teszem azt a teremtőt. Tehát úgy néz ki, hogy a Bibliában kétfajta öntözési eljárás van leírva, kétfajta vízforma van leírva, tehát kétfajta víz van, a pára, a lepárlás, a desztillálás, ami egy deutérium csökkentő folyamat, illetve van a folyóvíz, amivel tulajdonképpen gyümölcsöket vagy gyümölcsfákat öntöz maga a teremtő. Most ez azért fontos, mert később mutatni fogok önöknek azzal kapcsolatban diákat, megmértük a deutérium tartalmát a gyümölcsöknek, a gyümölcscukornak is, és az igazság, hogy ott nincs deutérium csökkentés. Tehát úgy néz ki, hogy az a lepárló eső, illetve a desztillált víz, ami az eső formájában érkezik, az nagyon fontos a zöld fű termelés, illetve növekedéséhez, és az, amit folyóvíznek nevezünk, amiben nincs deutérium csökkentés, az pedig a gyümölcsfáknak az öntözési módozata a Biblia szerint. Hát nyilvánvalóan ez egy rendkívül érdekes, nem szó szerint veendő téter, de az elvek azok nagyon fontosak és érdekesek a Bibliában. Ami nagyon fontos, hogy tulajdonképpen a mitokondriumunkban víz termelődik. Tehát ha megtetszenek nézni, a mitokondrium alapvető funkciója a víztermelés. Tehát az ATP szintézis, vagy az energia előállítása, az egy funkciója a mitokondriumnak, de ezt csak akkor tudja a mitokondrium elvégezni, hogyha előtte vizet termelne. Most ezt a vizet a sivatagi állatok felhasználják a saját életciklusra, tehát mint oldószert, nekik ezért hibernálódniuk kell, tehát ők a hűháztartásokat nem tudják megoldani. Mi ezt a vizet vissza tudjuk cirkulálni, ezt mindjárt megmutatom önöknek, hogy hogyan. Egy úgynevezett fumásabb hidratáz nevű enzim, amit Szent Györgyi Albert írt le valamikor a 30-as években, és azzal mi fönn tudjuk tartani ezt a citrát ciklust, ami folyamatosan ATP-t termel számunkra, ami a hidrogénpumpákon keresztül működik. Tehát úgy néz ki, hogy a táplálék az oxigén, és végülis ez az enzim, ez a fumásabb hidratáz, ami deutériumot csökkent a mitokondriumokban, úgy néz ki, hogy ezek mind három nagyon fontos kulcs, fiziológiai, biokémiai mechanizmusai annak, hogy valójában emlőszervezetként tudjunk működni. Érdekes módon ennek nagyon fontos összefüggése van a rákbetegséggel kapcsolatban is, ugyanis abban az esetben, hogyha ez a víztermelés megszűnik a sejtekben, akkor nagyon agresszív rákfajta áll elő, idéződik elő. Ezt mi tiszta sejtes veseráknak hívjuk, ez volt az egyik kollaboráció, illetve ez az egyik kollaboráció a Washingtoni Egyetemmel, ennek az enzimnek a hiánya és az azzal kapcsolatos rákbetegség. Na most, ahhoz, hogy megértsük ennek az úgymond mitokondriumban termelődő víznek a szerepét, el kell utaznunk Szamáriába, amikor is Jézus érdekes módon találkozik egy asszonnyal, akitől vizet kér a kútból, és az asszony megkérdezi egyrészt tőle, hogy miért ugye beszél vele, lévén, hogy abban az időben a zsidók nem beszéltek a szamáriaiakkal. A másik nagyon lényeges része ennek az, hogy Jézus azt mondja neki, hogy tulajdonképpen, ha a kútvizéből iszol, attól megszomjazol, de én adok neked egy olyan vizet, amitől soha nem szomjazol meg, és effektíve a szervezetünk tud termelni vizet, tehát effektíve mi képesek vagyunk arra, hogy vizet termeljünk, ahogy mutattam a mitokondriumban. Nyilvánvalóan ennek a víznek a szerepe az anyagcserében lesz az, amit szeretnék önöknek megmutatni, hogy hogyan szabályozza ez a víz, ez a deutériummal csökkentett anyagcsere víz, tulajdonképpen a DNS szintézisünket, és ez a víz hogyan kerül a DNS-ünkbe, ami hát ugye tudjuk azt, hogy a rákbetegségben egy nagyon fontos szabályozó, hogy mennyi DNS van a sejtünkben, ez az aneuploidiának, azaz a DNS integritásának, mennyiségének és szerkezetének a mérőegysége.
egységet, de tulajdonképpen a redukáló ekvivalens, amivel mi DNS szintetizálunk, az abból a hidrogénből jön, annak a anyagcsere víznek a hidrogénjéből, amit mi a mitokondriumban előállítunk. Tehát nem csapvízből szintetizáljuk a DNS-t, hanem anyagcsere vízből. A baj az akkor van, amikor oxigén hiányában nem tudunk anyagcserevizet termelni, és akkor csapvízre váltunk, deutériumban gazdag csapvízre, és azok epigenetikus eseményeket idéznek elő a DNS-ben. És ezt onkológus kollégákkal nagyon jól ismerjük azt a tényt, hogy maguk a daganatos sejtek, azok általában hipoxiás környezetben funkcionálnak, tehát effektíve ez az anyagcserevíz termelés ezekben a daganat sejtekben sajnos megszűnik. Nagyon fontos tudni az, hogy azokban az állatokban, amelyek anyagcsere vizet termelnek, például a halak vagy a csörgők, így vagy a sivatagi állatok, bennük rák nem idézhető elő. Az első modell, ahol mi rákot tudunk előidézni, azok a madarak, érdekes módon a vándormadarak, és azoknak is csak abban az életciklusában lehet rákot előidézni, vírussal vagy genetikai beavatkozással. Az egyik egy Rue nevű francia kutató volt 1911-ben, aki az első avián vírussal előidézett, ugye rákot idézte elő, ezek leukémiák a madarakban. A másik pedig egy Harold Varmus nevű Nobel-díjas biokémikus, aki jelenleg az NIH-nak az igazgatója, illetve a National Cancer Institute, tehát az Amerikai Rákkórháznak az igazgatója. Ők madarakban idéztek elő rákokat, érdekes módon vándorló madarakban akkor lehet előidézni rákot, amikor vizet isznak. Tehát amikor termelik a vízüket, akkor nem lehet bennüket, tehát amikor ettől az anyagcsere víztől függenek. Ezek nagyon fontos összefüggések, és azért beszélek erről, mert ugye ma kutatók napja van, az igazság, hogy van anyák napja, gyerek nap, hát most a kutatók napja van, úgyhogy egyfajta kis érdekes történetet szeretnék önöknek itt tulajdonképpen elmesélni. Na most az anyagcsere vizet, ezt ismerjük, 42-ben egy sivatag kutató, illetve egy afrikai kutató, Dr. Kenneth Mellenby írta le az anyagcsere vizet, ezt zsír oxidációjával tudjuk előállítani a mitokondriumban, pontosabban 100 g zsírból 110 g vizet tudunk produkálni, szintetizálni, és ezért írta ő azt ebben a Nature közleményében, hogy aki úgymond elhízott vagy kövér, sivatagban nagyobb az esély ahhoz, hogy túléljen. Miért? Mert oxigén jelenlétben több vizet tud produkálni. Tehát effektíve a mitokondriumunknak azt a szerepét felhasználva, amire a sivatagi állatok is használják, víztermelésre, tulajdonképpen a zsír az egy jó víz, úgymond forrás. Ezért van a púpos tevének zsírból a púpja, ezért van a skorpiónak egyfajta zsír betétott a hátát. Tehát a sivatagi állatok azok tulajdonképpen úgy élnek meg a sivatagban, hogy a magokból vagy amit éppen megesznek, abból ők zsírt szintetizálnak, és ezt a zsírt oxidálják lassan, és ebből termelnek maguknak vizet. Vizet nem tudnak inni, nem is tudnak vákumot csinálni a szájukban, ami azt jelenti, hogy vizet nem tudnak inni, nekik a vizet elő kell állítaniuk, és ez a módja ennek. Addig, amíg szénhidrátot oxidálunk, 100 g szénhidrátból csak 50 g víz keletkezik. Ez azért van, mert a hidrogének száma szénatomonként a zsírban a legmagasabb, ezért hívjuk terített zsírsavaknak a terített zsírsavakat, mondjuk teszem azt a szalonnával. Tehát effektíve a zsírok szerepe a táplálkozásban víztermelés. Ami azt jelenti, hogy tulajdonképpen a zsírokat, a szaturált, azaz a terített zsírokat mi elégetjük, vagy elégetnénk abban az esetben, hogyha ahhoz igazítanánk az anyagcserénket. Sajnos nem ahhoz igazítjuk, és ennek komoly népegészségügyi úgymond vonzatai vannak. Nos, az érdekes az, hogy tulajdonképpen a deutérium, mint olyan, mint a víznek az alkotó eleme, nagyon fontos szerepet játszik, mind a DNS szerkezetében, mind pedig az energiaszállításban, mind pedig a kémiai kötések létesítésében, illetve fehérjék struktúrát meghatározza. Nem csak a úgynevezett metilálás egy epigenetikus esemény, hanem a deutérium beépülése is egy epigenetikai esemény.
a DNS-be. Én ezt azért mondom most, és azért fontos ezt hangsúlyozni, mert tulajdonképpen ez nem ismert, tehát ez nem egy ismert orvosi fogalom, a DNS-nek a deuterációja. Most már a köztudatban, egyre inkább az orvosi köztudatban kezd ez beépülni. Mi a baj a deutériummal? A deutériummal az a baj, hogy kétszer olyan nehéz, mint a hidrogén. Tehát, hogyha a tömege kétszer nehéz, egy gravitációs mezőben kétszer nehéz is. Tehát effektíve arról van szó, mintha valakinek egy kétszer nagy súlyt hirtelen a kezébe adnának, hogy most azt emelje fel. Tehát egy enzim, vagy egy DNS hidrogén hídjaiba egy deutérium beépülése nem egy esemény nélküli történés. Az is nagyon fontos, hogy abban az esetben, hogyha hidrogén vagy deutérium kapcsolódik a víz molekulához, ennek az elbontása is nehezebb, ezért van az, hogy fotoszintézis során a zöld növényekben van egyfajta deutérium diszkrimináció, ezért van az, hogy tulajdonképpen a zöld növénynek a szerves anyaga az deutériumban csökkentett, és amikor azt visszaoxidáljuk, akkor a mitokondriumunk deutériumot csökkentett vizet fog termelni. Ez azért van, mert a víz molekulában attól függően, hogy hidrogén vagy deutérium kapcsolódik az oxigénhez, ennek a kémiai kötésnek a tulajdonságai, fizikai tulajdonságai mások. Ugyanígy a kémiai tulajdonságai is mások a hidrogénnek. Hogyha szénhez kapcsolódik hidrogén, vagy nitrogénhez, vagy oxigénhez kapcsolódik hidrogén, vagy deutérium, a reakció kinetika sokkal lassabb lesz. Tehát ha egy hidrogén kötést egy szénatomhoz egy deutérium helyettesít, az 7-szer lassabban fog elbomlani a szervezetünkben. Tehát effektíve nem mindegy, hogy egy kémiai kötésben hidrogén vagy deutérium vesz részt. És ez igaz a DNS esetében is, ott pedig különösen. Ami még nagyon fontos a deutériummal kapcsolatban, tulajdonképpen a deutérium a legmagasabb szervetlen anyag a vérplazmánkban. Tehát amikor egy orvos tulajdonképpen kémiai profilt rendel a betegnél, és megnézi a kálciumot, a magnéziumot, káliumot és a glükózt, teszem azt, tulajdonképpen a deutérium, amit nem mérnek a betegnél, az tulajdonképpen a legmagasabb a vérében. Tehát tulajdonképpen szervetlen alkotelemek közül van egy, amit soha nem mérnek, főleg az onkológusok nem mérnek, az pedig a deutérium, ami többszöröse akár a kálciumnak, akár a magnéziumnak, akár a glukóznak, vagy bármelyik másik szervetlen vagy szerves plazma alkotónak, oldott plazma alkotónak. Tehát nagyon fontos tudni azt, hogy valójában a deutérium azzal, hogy kémiailag egy és fizikailag egy jelentősen nehezebb és tömegében duplája a hidrogénnek, ami a leggyakoribb kémiai kötés a szerves molekulák között, vagy leggyakrabban létesít kémiai kötés szerves molekulák között, a deutérium terheltsége a szervezetnek az rendkívül fontos. És ezért van az, hogy amikor én tulajdonképpen rákbetegségről, vagy a rákgyógyászat módszereiről, vagy lehetőségeiről beszélek, akkor általában meg szoktam jegyezni azt, hogy tulajdonképpen a jelenleg az USA-ban, ha megtetszenek nézni, akkor az elmúlt 10 évben effektíve megduplázódtak a rákgyógyszer ára. Tehát most jelenleg egy rákbetegnek a havi kezelési költsége, célzott terápiák is vannak ezek közül, az kb. $10,000, ez 2,5 millió forint. Azt hiszem itt is hasonló a helyzet. A probléma az, hogy nem kell várnunk 10 évet, hogy újra megduplázódjonak ezek, 2020-ra már $20,000 lesz egy hónap. Hát nyilván itt a gyógyszercégek azért borzasztó jelentős, lobby tevékenységet folytatnak, és hát valójában nekik üzlet, nyilván az egészségügy, tehát effektíve nem kell ezen meglepődni. Valójában én magam is dolgozom gyógyszerfejlesztőkkel, hát megmondom őszintén, tehát gyógyszergyári gyógyszerfejlesztőkkel, hát megmondom őszintén, mint orvos nem szívesen találkozom velük. Tehát effektíve azok a gyógyszer árak, amiket ők diktálnak, és az az úgynevezett haszon ráta, amivel ők számolnak akkor, mikor velünk egy gyógyszert fejlesztenek, én nem is akarom önöket elszomorítani ezekkel a számokkal, de síralmas. Úgyhogy 2020-ra $20,000 lesz az USA-ban egy betegellátása havonta,
Ezt Kína még finanszírozza az Egyesült Államoknak, de Magyarországon véleményem szerint sokkal jobb és sokkal olcsóbb, hatásosabb és kímenetesebb lehetőségeket kell, és tudunk is találni fitokemikáliák jobb megismerésén keresztül. Nyilván a gyógyszeriparnak nem ez az érdeke, megmondom őszintén magamnak, mint magyar és amerikai kutató, nekem az a dolgom, és azt tartom legfontosabb szakmai küldetésemnek, hogy szakmára kitoljuk ezeket a célzott terápiákat az onkológia területére, és sokkal olcsóbb, kíméletesebb és nyilván megengedhetőbb terápiákat alkalmazunk itthon is, Magyarországon is, illetve az Egyesült Államokban is. Na most azért alapjában véve, ha megnézzük a nagy számokat, azért, hogy mondjam, tehát itt azért borzasztó nagy bajok vannak. Tehát ha megtetszik nézni, én 62-ben születtem, 1962, amikor én születtem Törökszent Miklóson, hogyha ott volt egy rákos beteg, a csodájára jártak effektíve. Akkor minden 14. ember halt meg rákban, 2014-ben ez minden harmadik. Tehát itt alapjában véve olyan nagy szám, tehát ha valaki megnézi a nagy számokat, akkor azért látszik, hogy itt a táplálkozásban, a gyógyszerelésben, nyilván az egészségügyi úgymond propagandában itt borzasztó nagy problémák vannak. Nyilvánvalóan a gyógyszeripar próbálja ezt kerülni, a táplálkozási ipar is nyilván próbálja ezt kerülni, hogy mi a probléma, de alapvetően a probléma az, hogy tulajdonképpen azok a táplálkozási szokások, azok az úgymond egészséges ételek, amiket próbálnak ránk sózni, vagy amiket próbálnak nekünk a boltokban eladni, ezek nem egészségesek, sőt, ezek népbetegségeket okoznak. Tehát alapvetően az a célja a fitokemikáliák, illetve az alternatív kezelések kutatásának, hogy egyrészt finanszírozható, másrészt finanszírozható hatásos kíméletes módszereket alkalmazunk, a megelőzés nagyon fontos, nyilvánvalóan új kutatási elvekre és eszközökre van szükség, és hangsúlyozom, nem csak a saját véleményemet mondom, bár én nagyon megegyezem az USA-ban néhány, hát jó néhány azért több száz onkológus, illetve több ezer onkológus kolléga osztja ezeket a véleményeket, főleg azok után, hogy ezek a genomikai célzott onkogénnel kapcsolatos rák terápiák, ezek dőlnek be egymás után. Tehát egy gyógyszercégnek körülbelül a bukási ráta az 99%. Önök erről nem tudnak. Azért nem, mert erről nem is tetszenek hallani. Az a nagyon kevés, ami a piacra kikerül, az tulajdonképpen annak a 99%. Azért ilyen drága egy rák gyógyszer, mert az volt, rengeteg bukás van. És ez azért van, mert tulajdonképpen a genomika, mint olyan, a rákgyógyászat jövőjét tekintve nem sok jóba kecsegtet. Azok a célzott terápiák, amelyek bizonyos speciális rák betegségekben alkalmazhatók, ezek tulajdonképpen széles körben, mint elv, ezek nem igazán alkalmazhatók. Most az MD Anderson rákkórházból egy hónapja volt egy riport, amikor bejelentett, illetve hát tetszenek tudni képzelni, hogy mekkora gáz van, ha egy MD Anderson rákkórház egy híranyagban közli az, hogy a KRS, ami a leggyakoribb hasnyálmirigy rákot okozó, hát nyilván nem az okozza a hasnyálmirigy rákot, de ugye gyakran 90%-ban ezt az úgynevezett onkogén ki tudják mutatni, a betegség progressziójához nem is szükséges. Tehát kiderült az, hogy tulajdonképpen az a 20 év, amit a KRS vagy a K-RAS mutációba úgymond fektettek bele, ez pénzpocsékolás volt. Ugyanúgy, mint a Human Genome Project, ami szintén pénzpocsékolás volt, most ezt telefonon fogják megcsinálni, az az egymár nagy pénzpocsékolás, most ezt mindenkinek megcsinálják ugyanezt a pénzpocsékolást. Úgyhogy nagyon fontos az, hogy valójában nagyon kritikus szemmel nézzük azt, amit az ipar próbál, úgymond a hozzá nem értő, sajnos kiszolgáltatott közvéleménnyel tenni, és ennek nagyon sok dokumentált nyoma van, akkor, és hát nyilvánvalóan azért a publicitás ezt másképp tolja le az emberek torkán, de alapjában véve a genomikában is, és az onkológiában is azért jelentős problémák vannak most már, amiket nagyon jól azonosítani tudunk, és ki tudunk úgymond húzni abból a hihetetlen mennyiségű híranyagból, hírforrásból, ami ránk szakad. 2009-ben egy telefonhívást kaptam ettől az úriembertől, ő az USA Urológiai Onkológiai Rákkórházának az igazgatója, Marston Linehannek hívják, és a következőt kérdezte tőlem, mivel én ugye anyagcsere
kutatásokat foglalkozok, van egy jelzett cukor molekulánk, amivel nagyon pontosan meg tudjuk mondani egy rákgyógyszernek a hatásmechanizmusát, illetve egy betegség hatásmechanizmusát. Ő következő kérdezte tőlem, érdekes módon van egy enzim mutáció, úgy hívják, hogy fumásav hidratáz, és abban az esetben, hogyha kiütik ezt az enzimet a ráksejtből, abban az esetben egy rendkívül gyors, és itt mutatnám ezzel a nyillal, egy rendkívül gyors ráknövekedési tendencia alakul ki, és abban az esetben, hogyha visszaállítják ezt az enzimet, abban az esetben megáll a sejtnövekedés olyan formán, hogy az állatokban meg nem is tudnak tulajdonképpen daganatot előidézni ezek a rákos sejtek, amiben visszaállították magát az enzim funkciót. Ami érdekes, hogy tulajdonképpen ez az enzim semmi más nem csinál, mint ezt az anyagcsere vizet, amiről önöknek beszéltem, visszaforgatja fumásabbba. És azt nem értették, hogy lehet az, hogy egy vízmolekula, egy anyagcsere víz funkciók visszaforgatásának a funkciójuk kiesése rendkívül agresszív rákot okoz. És ha megtetszenek nézni a mitokondriumokat ezekben a ráksejtekben, mint hogy itt tetszenek látni, ezekben áll a víz. Tehát ezeknek a mátrixában, tehát a mitokondriumnak a belső hátjája mögött ez az anyagcsere víz felszaporodik, és abban az esetben, hogyha visszaállítják tulajdonképpen az enzim funkciót, akkor tetszik látni, hogy visszaáll a mitokondriumnak a normális működése. És a kérdés az volt, hogy lehet az, hogy ennek a víznek a hiánya tulajdonképpen rákbetegséget okoz. Az, amit a mitokondrium állít elő. Mégpedig úgy, hogy a fumásabból malátot, azaz almasavat készít. Tehát érthető módon, ugye ezt tetszenek látni, itt van a trikarbonsav ciklus, ha ez az enzim funkció megszűnik, és itt van a vízmolekula, amit vissza kéne forgatni, akkor nagy rákos sejtek alakulnak ki, és abban az esetben, hogyha visszaállítják ezt az enzim funkciót, akkor nincs tovább effektíve ráknövekedés ezekben az állatokban. Tehát a kérdés az, hogy miért van az, és ezt már Szent Györgyi Albert 1920-as években leírta, hogy ugye ennek a fumásavnak a metabolizmusa vagy lebomlása, és ezért kapta a Nobel-díjat, tehát a Nobel-díj ugye indoklása között tetszenek látni, a harmadik pont az ennek a fumásavnak a lebomlása volt, mint hogy tetszenek látni, és abban az esetben, hogyha ez az enzim kiesik, akkor nagyon agresszív rák alakul ki. Tehát a kérdés az volt, hogy ennek az egyszerű reakciónak, amikor ugyanis vizet adunk a fumásavhoz, maga az a hidrogén, az hogyan szabályozza tulajdonképpen a daganatos sejteknek a DNS állományát, hogyan kontrollálja. És ide jön nagyon fontos az a fajta funkció, amit mi a trikarbonsav ciklus formájában ismerünk, és ez az a reakciósor, ami lezajlik a mitokondriumokon belül, az az anyagcserevíz, amit ott bekeretezve tetszenek látni, ezt az anyagcserevizet adja vissza a fumásav hidratáz a trikarbonsav ciklushoz, és ez kontrollálja a rákbetegséget. Na most nyilvánvalóan, ugye nézzük meg, mit csinál egy mitokondrium. Tehát mi is el tudunk oxidálni, a Magyar Tudományos Akadémia Földtani Geofizikai Kutatóintézetével eloxidáltunk néhány tápanyagot, és nézzük meg, hogy milyen víz keletkezik belőle. Amennyiben van még oxigén, nyilvánvalóan. A következő történik, ha az óceán vízhez tetszenek hasonlítani, akkor azt tetszenek látni, hogy az óceán vízben, ami a referencia, ez a Nemzetközi Atom Bizottságnak a referencia egysége, abban 155 parts per million, tehát minden 6000. vízmolekulában van egy deutérium, amit mi 155 parts per millionnak, tehát millionként egységnek nevezünk, és abban az esetben, hogyha ha lisztet tetszenek oxidálni, akkor az lemegy 150-re, ez 3,7%-os csökkenés. Abban az esetben, hogyha cukrot tetszenek oxidálni, az 146, ez egy 6,3%-os csökkenés, és mihelyst a zsír régióba tetszenek menni, tehát ez az úgynevezett szaturált vagy telített zsír, például a vajban már 20,4%-os deutérium csökkenés van, a disznózsírban pedig 24,3%, és a marhazsírban még több. Érdekes módon, hogyha kitetszik sajtolni a vizet a túróból, abban nincs semmiféle deutérium csökkentés. Tehát úgy néz ki, hogy a hidrogén, ami a táplálékban van,
minél zsírosabb egy étel, vizet produkálva annál jobban csökkenti a deutériumot. Tehát effektív, hogyha megnézzük azt, hogy a zsír mint táplálkozási, úgymond táplálkozási tényező, hogyan vezethető vissza mondjuk egy alacsonyabb rák előfordulási rátára, mondjuk 20-30-40, vagy ahogy az őseink táplálkoztak, teszem azt egy paleo diéta, ahol effektíve ezeket a természetes zsírokat fogyasztjuk, akkor azt látjuk, hogy tulajdonképpen ez a deutérium tartalom, vagy ez a csökkenés, ez jelentősen hozzájárul ahhoz, hogy ez az anyagcserevíz, ami a DNS-nek a stabilitását kontrollálja, ezt termelődjön és használódjon föl az anyagcserébe. Míg abban az esetben, hogyha műzliket eszünk, vagy ezeket az agyoncukrozott, főleg fruktózzal tele nyomott élelmiszeripari alapanyagokat, akkor ezeknek a deutérium csökkentő kapacitása nem túl nagy. Tehát érthetően akkor, amikor a mitokondrium funkciójáról beszélünk, és ezt a redukáló ekvivalenset, ami a hidrogént viszi bele a DNS-be, és a DNS-nek a tulajdonképpen a hidrogén hídjait képezi, ez nem mindegy, hogy ez hidrogén vagy deutérium. És az sem mindegy, hogy a mitokondriumunk mit oxidál egy emlősejtben, és az sem mindegy, hogy hogyan kontrolláljuk ennek a hidrogénnek és ennek az aránynak, a hidrogénnek, a deutériumnak a beépülését a DNS-be. Na most ez azért fontos, mert abban az esetben, hogyha nincs mitokondriális működés, tehát nincs oxigén a ráksejtekben, akkor átállunk csapvízre. Tehát akkor csapvizet fog felhasználni ez a fumásabb hidratáz enzim, és ebben az esetben deutériummal terheli a DNS-t. Tehát úgy néz ki, hogy a normális sejt funkcióhoz van egy ilyen hidrogén-deutérium lipikóka. Abban az esetben, hogyha a deutérium túlsúlyba kerül hosszú idő alatt, tehát nem percekről beszélünk, hanem évek alatt, némelyik sejtünk olyan úgynevezett aneuploid szerkezetet alakít ki, ami egy folyamatos osztódási reakciót, vagy folyamatos osztódási láncot indít be. Ez a sejt van méretétől függ. És erre vonatkozóan fogok önöknek mutatni egy másik rák megelőző állapotot, ahol ezt lehet látni, tulajdonképpen ezt az elrendeződést. Abban az esetben, hogyha betegeknek deutériumra csökkentett vizet adunk, tehát ivóvizen keresztül csökkentjük a deutériumot, a plazmájukban lehet csökkenteni a deutérium szintet, és ha megnézzük hasnyálmirigy rákban, ami egy nagyon agresszív rákfajta, akkor azt tetszenek látni, hogy általában a betegeknek a túlélése 6 hónap kemoterápiás kezeléssel. Abban az esetben, hogyha deutériummal csökkentett víz, legalább 2 liter vizet isznak 90 napig, deutériummal csökkentett vizet, aminek megvan a maga eljárása, arról nem fogok most részletesen beszélni, akkor tulajdonképpen föl tudjuk vinni a túlélésüket majdnem 40 hónapra, ami egy nagyon jelentős túlélés, hogyha megtetszenek gondolni azt, hogy tulajdonképpen meg tudjuk majdnem 6-szorozni a túlélésüket akkor, hogyha kemoterápia mellett deutériummal csökkentett vizet is kapnak, vagy más egyéb deutérium csökkentő tápanyagot adunk nekik. Tehát deutérium többféleképpen is lehet tulajdonképpen, deutérium csökkentés többféleképpen is lehet végezni. De jelentős túlélést tudunk produkálni majdnem minden ráktípusban. Vannak olyan ráktípusok, amelyek rendkívül jól reagálnak. Most ez azért fontos, mert először is ez egy nem toxikus kezelés. Másodszor ez tulajdonképpen olcsóbb, összehasonlítva a kemoterápiakkal, majdnem minden rák betegségben, ahol oxigénhiány okozza a rákbetegséget, alkalmazható. És nagyon fontos az, hogy tulajdonképpen amikor ezeket a vizsgálatokat végeztük, illetve ennek az egésznek a hatás mechanizmusát, ezt tulajdonképpen áttoltuk a Johns Hopkins Egyetemen, illetve a Stanford Egyetemen. Tehát ez nem a mi úgymond találmányunk vagy meglátásunk, ez mögött nagyon komoly szakmai, szóval mondani, a világ legrangosabb kutatóintézete is emögé, a mechanizmus mögé most már állnak föl sorban. Ez azért érdekes, mert 2014 márciusában használtuk először ezt a fajta megközelítést, az American Association for Cancer Research, tehát az USA legnagyobb rák konferenciáján mutattuk be ezeket az adatokat, és ott hát egy 3 órás komoly szakmai vita folyt,
hogy többek között a Rogers Egyetem elnökével, több szerkesztővel, több céggel, akiknek tulajdonképpen ezt a fajta megközelítés, vagy ezt a fajta kezelési módot sikerült olyan jól elmagyarázni, és olyan jól dokumentálni, hogy effektíve ez most már egy nagyon jól körüljárt és alkalmazott terápiás eljárás USA-ban, amelyet több kórház most már mérlegel. Tehát abban az esetben, hogyha a deutérium lipikókában a deutérium szintet tudjuk csökkenteni, abban az esetben, mint hogy tetszenek látni, a hidrogén kerül túlsúlyba, és egy normális mitokondriális működéssel tulajdonképpen normalizálni tudjuk a DNS szerkezetét egy sejten belül. Ez egy nagyon fontos és komoly megelőző, rák megelőző úgynevezett beavatkozás. Mivel az időnk úgymond lejárni látszik, ezért ugye szeretném megköszönni egyrészt a Johns Hopkins Egyetemnek, akikkel együtt dolgozunk, Washingtonból az urológiai rákkórház igazgatójának, Dr. Linehannek, Somjai doktornak, aki a deutérium csökkentéssel kapcsolatos kutatásokat végezte, Dux professzornak, Farkas professzornak, akik a klinikai adatokat szolgáltatták Szegedről, illetve az Atoma Kutató Intézet munkatársainak, akik tulajdonképpen az oxidatív anyagcserével kapcsolatos ugye tápanyag oxidációt végezték számunkra egy biokémiai rendszeren belül. Most amit még szeretnék önöknek megmutatni, és ez lesz az utolsó részlet, amit szeretnék önöknek megosztani. 2000 tavaszán is tulajdonképpen együtt dolgoztam, kaptam egy telefonhívást akkor a Harvard Egyetemről, a Dana-Farber Rákutató Intézetből, ahol Dr. Neufeld arra kért engem, hogy vizsgáljunk meg egy olyan sejtvonalat, ahol tulajdonképpen a csapvizet használó pentósziklus és csak az került úgymond aktiválásra. Ez egy nagyon sajátos betegcsoport egyébként ezeknél a betegeknél. Az történik, hogy minden működik, a mitokondrium is működik, de egy olyan biokémiai folyamat aktivizálódik, amik csapvizet használ az anyagcserevíz rovására. Nem akarok a részletekbe belemenni, ezt a Blood nevű újságban közöltük, a pontos hatásmechanizmust. A lényeg az, hogy a következőt láttuk, és onkológus, illetve szövettanász patológus kollégák nagyon jól tudják, hogy mi ez. Ez az úgynevezett szideroblasztó, és ez egy rák megelőző állapot. Most az az érdekesség ennek a betegségnek, hogy amikor a DNS terítődik deutériummal, tehát amikor ez a csapvizet szolgáltató, csapvizet fogyasztó pentósziklus emelkedik, annak az aktivitása emelkedik, akkor a mitokondriumok körbeveszik a sejtmagot, mint ahogy ott tetszenek látni. Tehát a szideroblasztózisnak tulajdonképpen a szövettani sajátság az, hogy vasat dúsító mitokondriumok állják körül a sejtmagot. Tehát úgy néz ki, hogy a mitokondriumok próbálják anyagcserevízzel, deutériumot csökkentett vízzel táplálni a sejtmagot a DNS szintézis alatt, mindaddig, amíg ez egész rendszer szét nem esik. Most érdekes módon ezt a korképet látjuk akut mieloid leukémiában, ahol szintén ugyanezt a hisztológiai szövetlen képet elő tudjuk állítani úgy, hogyha a mitokondriumnak kiütjük egy másik enzimét, ami szintén deutériumot csökkentett vizet termel. Ezt mi izocitrát dehidrogenáznak hívjuk. Azért nem akarok ezekbe belemenni, ezekbe a részletekbe, mert ezek már, hogy mondjam, részletes biokémiai ismereteket ismernek, és feltételezem, hogy nem tetszettek fölkészülni erre, tehát én sem akarom ezekkel a részletekkel terhelni önöket, de abban az esetben, hogyha esetleg érdekli önöket ez a megközelítés, vannak olyan szövettani eljárások, és vannak olyan szövettani elváltozások, ahol tulajdonképpen nyomon tudjuk követni ezt a nagyon sajátos viszonyát a sejtmagnak és a mitokondriumoknak, például egy rák megelőző állapotban, és ezért szeretném valójában behozni és összefoglalni ezt az egész úgymond kérdéskört, amit ma taglaltunk, és itt megint vissza kell mennem a Bibliához, ami azt jelenti, hogy a zöld fűben, tehát a zöld növényben, amit ugye a Bibliában először, mint teremtett lényt, vagy növényt látunk, és ami tulajdonképpen alaptápláléka mindennek, abban fotoszintézis folyik. Érdekes módon a fotoszintézis, a fotonok nem képesek bontani az oxigén-deutérium kötést. Ami azt jelenti, hogy a zöld fűben, illetve
ami a zöld füvet megeszi, mondjuk a marha, a marhában deutérium csökkentés folyik. Miért? Mert a foton az energiájánál fogva a hidrogén-oxigén kötést sokkal jobban bontja, sokkal hatásabban bontja, mint az oxigén-deutérium kötést. Ezért az összes szerves anyag, azt tudjuk, hogy az oxigént ugye a növények kibocsátják, tehát azért termelnek oxigént a növények, mert fotoszintézis során vizet bontanak, de a deutériummal terhelt vizet nem tudják bontani, ezért a hidrogén, amit felhasználnak a szerves anyagaikhoz, az egy deutérium csökkentett víz, tulajdonképpen deutériummal csökkentett víznek az eredete, akkor, amikor mi a mitokondriumunkat elkezdjük tulajdonképpen tápanyagoxidációra használni. Mert onnan tulajdonképpen nekünk csak a hidrogén. Tehát effektív, amikor ezt a funkciót visszafordítjuk, mert a kloroplaszt, tehát a zöldnövényben lévő fotoszintézist végző szerv, az egy mitokondrium, ami más se csinál, mint bontja a vizet, mi effektíve ezt a funkciót visszafordítjuk, és mi oxigén felhasználásával mi termeljük a vizet, a kettő között van egy deutérium diszkrimináció. És na, ez nagyon fontos, hogy megértsük azt, hogy miért van egy nagyon jelentős élettani biológiai hatása a deutériumnak, az a DNS integritásával hogyan függ össze, hogyan használható ez terápiás eszközként, és hogyan használhatók azok a fitokemikáliák, például a kapszaicin, amely ennek a deutériumot csökkentett hidrogénnek az eredménye mondjuk egy paprika sejtben. Miért? Mert a paprika ezeket a zsírsavakat, ezeket a telítetlen, speciális zsírsavakat szintetizálja ebből a deutériummal csökkentett ugye, fotoszintézis eredményeképpen ebben a Calvin ciklusban, egy szerves anyagok képződnek. A lényeg az, hogy tulajdonképpen a paprika, a kapszaicin, az egy olyan telítetlen zsírsav, úgymond állományt állít elő, amit mi, ha visszaoxidálunk, akkor azzal természetesen deutériumot csökkentünk a sejtjeinken belül. Most ez azért fontos még, és azért van mondjuk orvosi alkalmazása az USA-ban legális, és mondjuk a marihuánának, mert abban is ilyen zsírsavak képződnek, amelyek át tudnak jutni mondjuk az agyvérgáton. Tehát ezeket a speciális zsírsavakat, ami mondjuk a kapszaicin, teszem azt, transportrendszerek át tudják vinni, és ezzel deutériumot tudnak csökkenteni mondjuk az agysejteken belül. Organizmusoknak az ismerete, én úgy gondolom, hogy közelebb fog vinni minket ahhoz, hogy végül is a klinikusok kezére újabb eszközöket adjunk a rákkezelés céljába. Köszönöm szépen a figyelmet!